nem jutok szavakhoz. Már most nem bírom. Ezt hogy fogom én megcsinálni most egy nap alatt? Ugattál nekem, hogy mennyirek nagy fasz a gyerek vagy, ez most meg ezt csinálod. Hát én nem ugattam, ezek tények. Az a kettő ember, aki kimegy a szigetre, csak az a kettő fogja megkapni a nyereményt. Rengeteg Magyarorsi Csaba videót néztem, illetve láttam az új sorozatát, ezért most mi is újra fogjuk ezt alkotni, csak nem hidat kell benné építeni, hanem tutajt. Szóval a mai videóban építeniük kell egy tutajt, és ki kell menniük arra a szigetre. Ott van a sziget, az innen a legközelebbi sziget, odáig kell eljutniuk, és hát úszva nem mehetnek el, mert nem érne le a lába Kamillának, meg Belének se. Szerintem bárki megcsinálna egy tutajt azért a nyereményért, ami ott van azon a szigeten. Hárman fogják ezt a tutajt építeni. Közben nyilván lesznek feladatok, amik nehezítik, de alapból egy tutajt megépíteni is nehéz lesz, hogy kettő embert elbírjon és el tudjanak menni oda. Innen amúgy nem tűnik olyan távolnak, de van egy kis távolság. Akkor kezdetét veszi a Tesók féle Magyarorsi Csaba műsor. Megérkeztek a versenyzőink hatalmas hangulattal. Sziasztok, sziasztok! Nem nagyon jön össze ez a műsorhatás, mi nem tudunk műsort gyártani, mi csak egy hülye videósok vagyunk. Mikor megyünk vásárolni? Hogy érzitek magatokat, srácok, lányok? Én nagyon jól érzem magam. Tudtam, vártam ezt a mai forgatást, mindig is vártam arra, hogy kipróbáljam magamat ilyesmiféle kihívásokban. Ez a hozzáállás tetszik. Hogy tudtok egyben csapatban dolgozni, azt próbáltátok már? Sehogy? Viszont ezen kicsit változtatnotok kell, mivel össze kell raknatok ma egy tutajt. Mi ez a tutaj? Kamilla, tudjuk, hogy most van a tanévkezdés, és még nem tanították meg ezt, de majd a fiúk segítenek benne, jó? Gyertek egy kicsit velem. Itt lesz egy nagy csomó felszerelés nektek. Vannak lécek, vannak deszkák, vannak szerszámok, illetve van itt egy sátor is, ha véletlen átcsúsznátok egy másik napra. Hát az én tutajom, mert titeneket fogják kívni. Azok ott halott emberek? Kukás, azt nem sokára meg fogod látni. Én innen el fogok menni. Nekem időpontom van az ánuszlebenyednek a kivizsgáltatásához. Pontos megnevezést nem kértem. Jó szórakozást nektek. Kitartást! Én mentem, csövi! Mai taktika. Várjál, most azt hiszed, hogy te vagy a főnök itt? Most te így elterveszed, hogy most odaállsz egyedül, és akkor... Mondom, mai taktika! Az lesz, hogy szépen megadjuk az idősemnek a tiszteletet, megcsináljátok szépen, és addig nem beszéltek hozzám, még a hicet szívom, jó? Remélem. Tehát az első és legfontosabb amúgy a biztonság. Az első és legfontosabb, mondom, hogy ameddig szívom a hiccet, addig kus van! A legelső az, hogy ki kell választanotok hármótok közül, hogy ki lesz a vezető a csapatnak. Kiválasztottam, kész, én vagyok. Csá. Jó. Nézd csak, van egy ilyen rajzom. Kamika, gyere csak, ezt neked kéne megnézed, ez a tervrajza a tutajnak. Van egy percetek átnézni. Ja, látjátok ezeket itt a... És ezt a sátat hogy csináljuk most ide? Ez itt ilyen striptease rúd, vagy mi? Az Lütyőnek lesz majd a darakba, hogy tudjon táncolni. Noksa, ennyi volt. Remélem megjegyeztétek, hogy mi van, mivel ezt most én meg fogom enni. Valaki elmondaná, hogy mi történik. Jó, akkor Kamilla elindította a startot, akkor ezennel kezdetét veszi. Csináljátok, én megyek koktélozni. Főnök úr, most mi legyen? Mivel kezdjük? Hát szerintem egy taktikai hit mindenféleképpen. Utána egy taktikai hell, utána én elmegyek szarni. És addig mi rakjuk össze az egész. Igen. Ugye? Ez egy kurva nincsen rendben. Tessék? Ez így nem okés. Mi nem okés? Én úgy érzem, hogy tápláléklánc alján vagyok. Amúgy a második pontig tetszik az ötlet. Melyik a második pont? A hell. Aha, meg a hitz előtte. Aha. De egyébként... Kezdjünk el barkácsolni. Meg kell fogni a fejszét elsősorban, meg kell vele barátkozni. És utána ezt kell csinálni. Ez az, fiam! Szép! Na, arra vagyok kíváncsi. 3 méter hosszú lesz a tutaj. 2 méter széles, és a szélessége az hogy lesz megoldva? Fogjuk meg ezeket a deszkákat, és vigyük oda.
Szerintem rak keresztbe. Próbálom beletenni az önbizalmamat és azt mutatni, hogy tudom irányítani ezt a helyzetet. Sokkal fiatalabbak, mint én is. Magamra ismerek néha. És egyszerűen nekem mindig az kellett, hogy valaki ott legyen és fogja a kezemet, amikor itt tényleg kicsit el vagy veszve. Oké. És akkor itt is hagysz. Na mi van, hogy sziasztáztok, hogy mi van? Az a lényeg, hogy az egész tutajnak 3 méter hosszúnak kell lennie, és 3 métert szépen lemértél. Úgyhogy ez be is jelöltem. Ezt be is írom, mert ez piros pont. Kamilla, szép munka volt eddig, ahogy szépen átállott, gyönyörű volt, tényleg. Köszönöm. Tetszett nagyon. Igazából nőként viselkedsz. Nézzétek, ahogy az amerikai fater fűrészel. Ez a mi a f***ájak. Hát ha így folytatod, akkor el leszünk itt egy darabig bele. Csináljam. Kamilla, oda kéne állod. És Dávid, mivel most már rá több feladatot is bízhatok, mert le tudtál mérni 3 métert, most átadom neked a fűrésznek a másik oldalát. A few moments later. Eldöntötték azt, hogy Bede lesz a főnök, vagy hát eldöntötte magának. Nem túl jó érzés. Már most nem bírom, főleg, hogy Bede itt van velem. Men. Men. Women. A tutajnak az alapja megvan. Hát ez nem túl jó a halad, én úgy érzem. Rosszul csináltak az egészet, én teljesen máshogy csináltam volna. Kami, nekem van egy nagyon jó ötletem. Ketté kéne vágni pár deszkát. Á, nincs kedvem hozzá, amúgy. Ez a férfiak dolga. Dávid, az olyan, mint te. Szemét. De Kamil, amúgy innen te tudod a legjobban megmondani, hogy mik ezek, mert te töltöd össze eddig a legtöbb fiúnak a szívét, szóval a hullákhoz neked van a legtöbb között. Elvágtunk 3 darab deszkát, úgy állott, mint a képen húgyazik. Olyan X-faktor vibe-on van, hogy mindjárt elkezdek énekelni én is. Girl, you make any heart for me. Először ezt rakjuk 1 méterrel arrém. Na, ekkora lesz a tutaj. Mi a f*** van ezzel? Na, fiatalság. Ahogy látom, egy pár már feldaraboltatok azért. Nem azért fizetve. Nem lesztek. Féltek, egy kis segítséget hoztam nektek most. Egy nagyon nagy ace kombányt, aki egyenesen egy egyetemről jött gólyatáborból. Ez a jelzőhang egyébként. Who's that Pokémon? Mi van, kalács kipű? Segítkiáltásokat hallottam. Látom, hogy kaptatok előnyt is, mert Balázs nincs itt. Szeretnék számodra, Kamilla, egy feladatot kiosztani. Azoknak a palackoknak ott van egy csomagba az összes kupak. Ragd őket rá. Ez komoly. Jó van, hier van ez is az én feladatom. Nem mindegyik kupak ugyanolyan. Ezt hogy fogom én megcsinálni most egy nap alatt? What follows is a brief construction montage. Hát ezzel a tutajjal nem fogunk egy hajóversenyre indulni. Ti mit csináltok? Hát ezt nem keresztbe kéne beleütni amúgy. Hú, b***d meg. Nem szeretnétek ezt gyorsabban csinálni amúgy? Mert ha segíteni, akkor lehet, hogy gyorsabban csinálni. Á, jó az a tempó. Nehéz így egybe tartani az egész tímet, hogy mindenki jól haladjon. Majd közben figyeljünk oda, hogy egyenletes legyen, nehogy már nekem kelljen oda figyelni mindenre, oké? Okay? Miért nem csinálok ott? Mert túlságosan oda kell figyelnem arra, hogy ne legyél balfasz. És onnan tudjuk, hogy te nem mennél baf. Azért, mert én 3 bafra figyelek. Egész nap ezt hallgatjuk, kocsáj, ezt mutasd meg, hogy hogy kell. Azt meg nem csináljon nyugodtan. Ugattál nekem, hogy mennyire kell, hogy fasz a gyerek vagy, az most meg ezt csinálod. Hát én nem ugattam, ezek tények. Te beláttam mindenki, beletőzöm. Enni este, Benedek, na? Mindjárt vadászok neked valamit, jó? De ezért TB költségemet majd állja, hogyha átverem a szeget a új amúgy.
ilyen csapatmunkát kell végezni, akkor ez várható, ez a feszültség. De az, hogy valaki próbálja összetartani ezt az egész dolgot, és azt batták le, az már kicsit sok nekem. Igen? Nem akarok veszekedni a cél. Ja. Itt vagyunk egymás önk utalva. Tartsunk össze. Utána iszunk, nem? Hát nagyon remélem, hogy az lesz a ládával. Minek pénz benne? Érted, új spiát veszek belőle, igen, akkor már egyszerűbb egyből. Igen. Kérdés, hogy lépés. Igen. Itt időközben is meg mi történt? Ebben a pillanatban készültünk el az alappal. Hoztam nektek egy kis elemózsiát, egy kis kaját így a fáradozásotokért. Nagy vagyok, faszikám. Hát big vagy, jaj. Ezt figyeljétek. Kis kéztörlő, mustár, rizs, majonéz, irdatlan mennyiségű virsli, hús. Fogjatok hozzá jó étvágyat nektek. És hogy látjátok, ma befejezitek? Hát, nem tudom amúgy. Igen, csak éjszakázás lesz itt. Meg fognak enni titeket a szúnyogok, de hát adok még egy plusz napot, hogyha gondoljátok. Jó étvágyat nektek, én zúzok az éjszakába. Esküszöm, jó, hogy Balázs nincs itt amúgy. De milyen kedves nap, ennek még egy napot jutok semmi közepén. Nem kényelmesen fogok aludni. Majd kurva zuhanyzós. Hát all inclusive, minden. Mindjárt meg zuhanyozni. Örülök nagyon, hogy kész van az alapja, meg elméleti síkon fejbe összeraktuk a sztorit, de gyakorlatban is meg kéne tudni, hogy működik-e. Hogy akkor most én bászok be a vízbe, hogy az megtart engem. Miért pont én? Neked volt ma a legnagyobb a szár azért. Ah, meg nekem van a legnagyobb súlyom, oké, értettem. Hiteg! Dobjátok! Megtart! Ez az! Jó lesz. Nyugovóra is kéne térni, hogy holnap tudjunk kőkeményen dolgozni. Felfrissültünk így az éjszakára. Pöpecen fog működni ez a hajó. A terv eddig jól halad, srácok. Beni, most téged a mellén tartod meg, vagy a flakonok, mert nem egy... Hogy érezted? A flakonnak nem volt lent nem volt lent teljesen a flakon. A flakon tartott meg. Hallottam, hogy a srácok nem tudták összerakni. Jaj, közben mennyi bogár van itt, Jézusom! Mi történik itt, Lütyő? Fire making, mert... Úristen, nem láttam, hogy hova megyek! Itt mi történik? Én ezt nem akarom csinálni, nem is látok semmit. Várjatok, gyerekek, nézzétek csak, apátok! Halljátok, ti ezt hogy bírjátok amúgy, szét marnak a szúnyogok? Azt most szeretném veletek közölni. A holnapi nap az úgy fog kinézni, hogy ugye a tutaj az nem fog elbírni 4 embert, hanem csak 2. Úgyhogy holnap reggelig meg kell szavaznatok azt a 2 embert, aki ki fog menni a szigetre. Az a 2 ember, aki kimegy a szigetre, csak az a 2 fogja megkapni a nyereményt. Kalkulálnotok kell akkor, hogy ki lesz az, aki meg fogja nyerni a nyereményt a szigeten. Jól van, szavaztok! Srácok, úgy érzem, hogy ma kitartóan viselkedtünk, úgyhogy gratulálok. Nincs fáradtság! Értitek? Erről van szó. Remélem minden szúnyog hallotta. Szerintem úgy fog ez kinézni, hogy valakinek őrködnie kell kívül, mert ez egy kiszámíthatatlan hely, bármi történhet velünk az éjszaka. Holnap találkozunk, drágám. Jó éjszakát!